határozzuk meg a fenti kétváltózós függvénynek a szélső értékeit, fx, y egyenlő, x plusz y per xy plusz x per y per 27. Mostanra már bizonyára nagyon tudjuk, hogy hogyan kell kétváltózós függvény szélső értékét meghatározni, milyennek a menete. Ám mielőtt elkezdenénk a lépés sorozatot, vegyük észre, hogy itt a kétváltózós függvény hozzárendelési szabályában törtek vannak, és az egyik többen, nevezetesen az elsőben ismeretlenek szerepelnek, tehát tegyünk kikötést, azaz az xy nem lehet egyenlő nullával. Az xy szorzat mikor egyenlő nullával? Hát nullával, hogyha vagy az x, vagy az y egyenlő nulla. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy ha ábrázolni szeretnénk ezt a függvényt, akkor az x tengely fölött, illetve az y tengely fölött, akkor nem lesz helyettesítési érték. De nem ez a feladat. Megtettük a kikötést, hogy az x és az y az nem lehet egyenlő nullával. Jó, akkor ha nem lehet egyenlő nullával, akkor viszont tudunk egyszerűsíteni. Írjuk le egyszerűsítve, az x plusz y per xy-ban egyszerűsítsük, ahol lehet, azt kapjuk, hogy akkor ez 1 per y plusz 1 per x plusz hát 1/27 xy. És ebben a pillanatban meg is állunk, ugyanis ezt a feladatot már korábban megoldottuk, mégpedig ide kellene klikkelni, és akkor ott látjuk, hogy hogyan is tovább, hogyan kell megoldani ezt a feladatot.